bujdos jó széke, tekints fel az égre. Mielőtt Anna néni belekezdett volna a Bújdosó székelyek című dal éneklésében, megkérdezte, szabad-e. Szabad-e ma énekelni egy olyan dalt, amit az ő fiatal korában tiltottak? Szabad. Énekeljen nyugodtan. És énekelt. Szeptemberben lesz 100 éves, ha megéri, ezt mondta. Az emlékeiről faggattuk, kértük, mesélje, milyen volt az élet a gyerekkora Bukovinában. Szülei földművelésből éltek, nem vetette fel őket a pénz, mégis boldogok voltak, mesélte el Anna néni. Hát tavaszkor elvették azt a hagymamagot, káposztamagot, minden sokkot. Ez volt olyan márciusban ez az elvetés, és akkor májusban szedtük ki a palántot, körülbelül ilyenek voltak, és akkor szedtük, és akkor őszkor fel lett szántva a földek, de ez a ház után ment, ez amit most mondok. Akkor az ágyások ott úgy volt, édesfiam, hát ott olyan szeretett volt, olyan szeretett volt, koma, jó barát, szomszéd, hát ott mindenki nagyon szerette. Azért tudtak élni. Nem voltak gazdagok, nem voltak, de mindig volt annyi, hogy mindig másik évre, mindig el lehetett tenni bődbe. Édes Istenem, mennyi olajas hagymát ettünk Sós Pityókával, esténként majdnem mindig azt ettünk. És akkor, mikor Pityóka leves főztünk, akkor süttünk tacsot. Csak is Pityókából meghántottuk, megreszeltük, tettünk bele lisztet, egy tojást, sót, borsót, bele jól megkánték a tepsit ezével, zsírral, és akkor nem rohadt oda, és akkor azt megsütjük, és Pityóka leves után az volt. És aztán akkor máma megcsinálták mondjuk nekünk, akkor befejezték, és akkor másnap a másiknak, másik szomszédnak. Hát ott én nem tudom, de Magyarországon én nem éreztem olyan szeretetet. 1939-ben 16 évesen Galacra került, hogy egy gazdag családnál a gyerekekre vigyázzon és magyarul tanítsa őket. És akkor ott kellett tanítsam magyarul. De, hogy mondjam, ami nem tudtak rendesen, ami mondtam, hogy rossz, az hamarabb megtanulták, mint a jót, tudod? És akkor mondtam, hogy nem megy ez így, nem lehet tanítani őket. Hát olyan óvodás, mint elsősztályos, olyanok voltak. Akkor 39-ben, itt akkor kicsit ugye nagyobbocskák lettek, elindultak mind az a maguk útján, és akkor engem átvitt az embernek a testvérjét Bukurestbe, és ott volt egy kislány, 4 éves. Na, azt meg tudtam tanítani magyarul. Hogy örültek, édes jó Istenem, hogy tudtak örülni a gazda, az a gazda. Megfizették. Na aztán 39 karácsonyán jöttem haza. Igen, 39 karácsonyán. És akkor 40-ben akkor már készülöttek. Előre Németh Kálmán, meg Gáspár Marci, meg még egy, és nem jut eszembe, hogy az ki volt. Hárman eljöttek a Magyarországra a magyar kormányhoz. Azt mondták, hogy mind az 5 falut kihozzák Magyarországra. Mindenkinek képes igazolvány,
minden volt. Az egész vagonyokban mindent át tudtunk hozni. És akkor betettek Bácskába. Nem lehetett Bukovinába maradni azoknak, akik magyarul beszéltek. Az iskolában is olául kellett tanulni. A magyar ajkú gyerekek és a románok gyakran összeverekedtek, állandó volt a feszültség, mesélte Anna néni. Először Bácskába telepítették őket, majd onnan jöttek át Majósra, ahol azóta is laknak, és ahol családot alapítottak. 47. januárban megszületett az első fiam. 56-ban az ötödik. Ezt Odessa. 4 fiam született, tehát a közepén valahogy egy leánka megakadt, hál' Istennek. És akkor még olyan is jött keresztelőbe, amit nem született, abból nekem most, hál' Istennek, 13 unoka az egy gyermektől, és akkor azokból született 20 dédunoka, 20, és akkor azokból 20 dédunoka, akkor most az első ükunokám megvan, hál' Istennek. Aztán májusban lesz a második ükunokám. Miközben beszélgettünk, megérkezett Pap Domonkos, Anna néni fia is. Elmesélt, hogy rábukkant egy kézzel írott könyvre, amiben egy bukovinai székelyember Gáspár Antal feljegyzéseit lehet olvasni az akkori életről. A könyv érdekessége, hogy tartalmaz egy szótárt is, ami a kötetben található székely szavakra ad magyarázatot. Az a Gáspár Antal Isten segítsi volt, de Isten segítse foglalkozik nagy rész, de kitér a többi 4 falu szokásaira is, és ebben a könyvben benne van, tehát először nagyon részletesen leírja Isten segíts fekvését, de nagyon szépen részletesen a maga egyszerű szavaival. Utána az Isten segítsi szokásokat, úgyhogy ő úgy írja, hogy egy egyházi évre vonatkoztatva. Tehát nagyon szépen, nagyon részletesen le van írva. Nagyon örültem, ki is olvastam már, meg most nemrég szereztem. Itt van a vége fele egy 5 oldalas, nem is 5, 7-8 oldalas, hát egy szótárféle, úgy írta le a Anti bácsi, hogy Bukovina nyelvjárás, zárójel szótár, székelyesen, magyarosan, és akkor itt vannak. Na most ebben találtam sok olyan szót, amit nem tudtam, hogy mi az, de anyukámnak idehoztam, és akkor az érdekesebb szavakat, amit nem ismertem, mondtam neki, és ő egyben mondta, hogy mi az. Anna néni soha nem tért vissza Bukovinába. Fia Domonkos viszont szívesen ápolja a székely múltjukkal kapcsolatos emlékeket, gyűjti a relikviákat, a néphagyományokkal összefüggő dolgokat, kutatja ősei történeteit.